Tisztelettel köszöntöm az országgyűlés munkájában résztvevőket és az azt figyelemmel kísérőket. Két perces hozzászólása következik, Gaudi Nagy Tamás, Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, most nem szerettem volna még szólni, hogyha Bárándi Gergely képviselőtársam nem mond olyanokat, ami szólásra ihlet. Később szerettem volna még néhány gondolatot elmondani, ami nagyon fontos ezzel az üggyel kapcsolatban. Viszont nem mehetek ezt amellett szó nélkül, amellett az álságos érvelés mellett szó nélkül, amely valóban egy olyan látszatot kelt, mintha az igazságszolgáltatás független bírói hatalmi ági jellegét most valami egészen durva támadás érné. Tehát tegyük még egyszer a dolgot egyértelműen helyre. A jogállamiság kilépett a medréből, és bizony ebben a kilépésben nem csak a rendőri szervek politikai hatalmi utasításra, hanem az ügyészségek, amelyek kettős mércével működtek, valóban a civilekkel szembeni eljárásban sokkal kevesebb bizonyíték alapján, sokkal gyorsabban emeltek vádat, és bizony a rendőrökkel szembeni eljárásokban. Sok esetben, például Apáti Istváni esetében odáig nem mentek el a nyomozó ügyészségek, hogy megkérdezzék a fegyverkezelőket, a helyszínen működő fegyverkezelőket, hogy vajon ők sütötték el a ravaszt, vagy látták a helyszínen például az áldozatot. Így működtek az ügyészségek, és bizony a bíróságok is így működtek, és úgy látszik, hogy Bárándi Gergely nem figyelt a felszólásomra, mert a Fővárosi Bíróság belső jelentésében rögzíti és állapítja meg, és tárja fel azt, hogy milyen hihetetlen jogsértéseket követtek el a nyomozási bírók, illetve a gyorsított eljárásokban milyen jogsértések elkövetésére került sor. Tehát én megnyugtatom Bárándi Gergelyt, nem kell félteni a jogállamiságot ettől az állásfoglalástól, egyébként ami egy iránymutatást ad a kormánynak arra, hogy az alárendeltségében működő rendőri szervek minél hamarabb kezdjenek perenkívüli tárgyalásokat a valóban egyértelmű jogalapú ügyekben. Megnyugtatom Bárándi Gergelyt, a bíróság előtt levő ügyek, általunk ismert ügyek, mindegyike tisztázott egyértelmű jogalapú ügy, csak olyan vitatásokat tesz a rendőrség, amely teljesen komolytalan és a jogállami elvekkel tökéletesen ellentétes, és a hűtlen kezelés pedig akkor áll fenn, hogyha nem fizeti ki a jogos ajánló kártérítést. Köszönöm.